Most Afrikába fogunk utazni. Elképzelhető, hogy sokatok volt már Afrikába, de így még nem. Mert általában Dél-Afrikába, Egyiptomba, még Algírba emberek elutaznak, de hogy miért gondolja valaki, hogy jó elmenni törzsekhez, nomád körülmények közé, ahol tényleg semmi nincs, aki egyébként közgazdász hallgató, jó tanuló, mindene megvan, és ez az élete vágya, ezt mesél elő maga Lantai Csont Gergely. Köszönöm szépen a szót. Na most az egész nagyjából egy 8 évvel ezelőtt kezdődött, amikor sok más fiatalhoz hasonlóan én is fényképezőgépet fogtam a kezemben, csak egy kis kompakt gépet, és elkezdtem fényképezni. Fényképeztem tájakat, fényképeztem virágokat, fényképeztem madarakat. Persze azóta nagyon sokszor költöttek már a fattyúszerkők a Tiszatavon, sok idő eltelt. Jelenleg több hazai magazin köztük a National Geographic Magyarország, Afrikára specializálódott fotóriportere vagyok. Az elmúlt 2 évben 5 afrikai országban közel fél évet töltöttem el, és ez alatt az idő alatt zárt közösségek, szekták, vallások, kultúrák mélyében nyertem betekintést. Dolgoztam együtt olyan közösségekkel, amelyek bár nagyon közel, csak pár tíz kilométerre élnek egymástól, mégis tárgyi eszköz használatukban, kultúrájukban, viselkedésükben abszolút különböztek. Egy közös dolog, egy közös nevező azonban mindenkinél volt, akikkel én együtt dolgoztam. Az, hogy sugárzott a szemükből a boldogság. Sugárzott a szemükből a boldogság, annak ellenére sokak olyan körülmények között éltek, akikkel együtt dolgoztam, amelyeket itt Európában ellenségeimnek sem kívánnék. Egy közös még volt bennük. Meg akartak engem ismerni, és látták rajtam, hogy én is meg akarom őket ismerni. Itt például a mögöttem látható afar pásztorok. Afrikára jellemző és az afrikai emberekre, hogy nyitottak és befogadóak az idegennel és a külsővel szemben. Az a furcsa kettősség, amely ott él, a boldogság, a siker és emellett a nyomor, az minden tekintetben benne van. Én a tekinteteket igyekszem hazahozni, azokat a pillanatokat, amelyek elmesélnek talán gyakran nem csak egy sorsot, hanem egy egész közösség, egy egész vallás, egy egész kultúra rejtelmeit, mélyeit, mélységeit. Gyakran találkozom megrázó történetekkel. Talán legjobban itt belső Kongóban a vörös hegyek között egy kis falu, Kimpoko falui tudták előadni, bemutatni nekem a nyomor és a boldogság furcsa kettősségét. A tiszteletemre a helyi lakosok egy amatőr színjátékkal készültek. A gyerekek előadtak egy átlagos kongói család átlagos kongói estéjét. Ez nagyjából úgy nézett ki, hogy volt egy papa, egy mama és 10-12 gyerek. Ez ott teljesen normális, igazából kevésnek számít. A papa akkor tért haza a manióka dió ültetvényről, és egész napi munkáért egy kiflit hozott haza. Mama az útszélén árulta az erdőbe összeszedett gyümölcsöket. Ő pár száz kongói frankkal, ami egy olyan fél dollár, ezzel tért haza, és egy jó nagy kanna vízzel. Talán mi el nem tudnánk képzelni a katasztrofálisabb estét, a gyerekek éhesek, nincsen pénz, kifliből is csak egy van. Kongói gyerekek azonban boldogok voltak. Ügyes, fejtörő játékok segítségével próbálták a kiflit a lehető legtöbb önmagában még valamennyi tápanyagot adó részére darabolni. Ez jó sok vizet ittak, mert abból jutott bőven. A pénz az oktatásra kellett. Afrikában már az általános iskolai oktatásért is fizetni kell, itt csak a legidősebbek, legtehetségesebbek jutnak el az írástudás szintjéig. Így történt az én kis kimpokói falumban. A szülők logikai játékok segítségével választották ki, hogy ki legyen az a 2 gyerek a 10-12-ből, aki holnaptól iskolába mehet. Ők szerencsések, mert nem a manióka dió ültetvényeken töltik el a következő fél évet. Sokat gondolkoztam azon, hogy mi a boldogságuknak a gyökere, mi az ő sikerüknek a kulcsa, vagy hogy azok a közösségek, amelyeket én meglátogattam, eltérő siker definícióval rendelkeznek, vagy teljesen máshogy értelmezik a sikert? Vagy vajon mi hogy értelmezzük itt a sikert? Mennyire közös, vagy teljesen mások az értelmezések? Nézzünk rá pár példát. Ő Guardenya, Észak-Kelet-Etiópiában fegyveres muzulmán harcos. Neki az a siker, hogyha meg tudja védeni az állatait a konkurens támadó kerejű törzsekkel szemben. Vagy nézzünk rá Abóra, Nyugat-Szenegálban, a szerzetesre. Neki az a siker, hogyha minden nap transzba tud esni, és minden nap imádkozni tud a holtakhoz. Vagy menjünk le Dél-Angolába, a namibiai határhoz. Ő egy Kwanyama bácsi, neki az a siker,
hogyha a föld területén áthaladó, újonnan megépült autópályán áthaladó kamion rengeteg nem üti el az állatait. Nyugat-Madagaszkáron az állami cukornád ültetvényeken cukornádat lopó kisfiúnak az a siker, hogy minden nap annyit tud lopni, amennyiből az egész család jól lakik. Láthatjuk, hogy mennyire eltérőek ezek a sikerdefiníciók, és valószínűleg, hogyha további példákat hoztam volna, még egészen elképesztő további gondolatok születnének itt. De vajon mi itt a siker nekünk Európában? Nekem mi a siker? Mi a siker itt nekünk Magyarországon? Közgazdászként egy általam nagyra tartott befektetőt szeretnék idézni. Warren Buffettet gyakran kérdezik, hogy mi az ő sikerének a kulcsa. Mitől sikeres? És erre a kérdésre azt a választ adja, hogy azért, mert olyan célokat állít maga elé, amelyeket könnyen átlép. Így könnyen ér el sikereket. Gyakran tapasztaltam magamon és a környezetemen is, hogy rendre olyan célokat tűzök ki magam elé, amelyeket gyakorlatilag lehetetlen elérni, vagy ha elérem, akkor egy újbóli hasonlóan nehéz cél állítódik rögtön magam elé, és ebben a folyamatban van egy kódolt boldogtalanság. De most ez hogyan össze Afrikával? Hogyan össze ez a két dolog? Én mit kaptam az afrikai emberektől, ami miatt talán egy kicsit máshogy tekintek ma már bizonyos dolgokra? Azt hagyd szögezzem le, hogy ez az én történetem. Én nem akarok általános igazságokat megfogalmazni, és nem szeretnék világmegváltó gondolatokat közzétenni. Ugyanakkor elgondolkodtató az, hogy egy egymilliárdos kontinensen, ahol az emberek többsége az európai életszínvonalnál jelentősen alacsonyabb szinten él, a terményeit maga állítja elő nagyfokú bizonytalanságban, ki van téve az asszálynak, ki van téve a politikai bizonytalanságnak, ki van téve az időszakos polgárháborúknak, lázongásoknak. Az emberek jelentős részénél nem köszön ez vissza sem a depressziósok számában, nem köszön ez vissza sem az öngyilkosságok számában. Ezeket mind terepi kutatások bizonyítják. Feltételezhetjük tehát, hogy az afrikai emberek életstratégiájukban, életfelfogásukban, mentalitásukban van egy alapvető különbség a mi gondolkodásunkhoz képest. Az élet szeretete, a család, az összetartó erő, a közösségben való gondolkodás, mint kohéziós erő lép fel ezeknél az embereknél, és segít nekik a mindennapokat átélni, túlélni és megélni. Három történetet fogok elmesélni. Három olyan történetet, amelyekből úgy gondolom mindannyian tudunk egy-két értéket, egy-két kis apróságot a mindennapjainkba beépíteni. Albert Schweitzernek mondták egyik afrikai utazása során, hogy a fehér embernek órája van, a feketének meg ideje. És ez mennyire is igaz? Én először akkor tudtam elgondolkozni az időn, az idő fogalmán, az idő életünkbe betöltött szerepén, vagy annak relativitásán, amikor Madagaszkáron utaztam keresztül egy bozott taxival. Elvileg az eszköz, jármű, vagy valami hasonló, úgy napfelkeltekor kellett a faluba beérkezzem, ahol engem és még 30-40 helyi lakost kellett volna tovább vigyen. Ezt meg is tette, csak úgy nagyjából délben. A szűk 6-8 órás késés miatt azonban senki nem volt ideges a sofőrre. Senki sem dühöngött, senki sem kérte számon, hogy miért késtél, pedig ő valószínűleg jó kis malagasi módon csak egy kényelmeset kávézott reggel, és nem nagyon érdekelte, hogy most páran kell rá várniuk. Beszálltunk az autóba, amely egyébként egy olyan 8-10 fő számára biztosított volna kellő ülőhelyet, férőhelyet. Mi azonban 40-en beszálltunk, a nyakamba ült, 3 csecsemő, ember, gyerekek, lábamnál meg 20 kiló rohadó hal. Hát el sem tudnék képzelni ennél idegesítőbb utazást, azonban mégsem úgy bosszankodva és mérgesen éltük meg ezt az utat. Egyébként azt a 100-120 kilométert 8 óra alatt tettük meg, tehát egészen gyors volt cserébe a szolgáltatás. Megismertük egymást az emberekkel az autóba. Én odaadtam nekik az iPodomat, ők meghallgatták a UK Top 40 legújabb slágereit, cserébe ők énekeltek nekem. Megismertük egymást, és tök jól éreztük magunkat. Életem egyik legboldogabb utazása volt. Akkor gondoltam bele, hogy hányszor idegeskedem én, amikor késik a vonat. Hát gyakorlatilag mindig, mert a vonat mindig késik itthon. És hát nem ez a legrosszabb felhasználása az időnek, hogy azon bosszankodunk, hogy miért nem használtuk fel elég jól. Repüljünk gyorsan át akkor a virtuális térképünkről a 8. kontinensnek mondott Madagaszkáról, Afrika északkeleti csücskébe. Őt már említettem, ő Guardenya, az Afar pásztor. És vele ültem együtt a tábortűznél, hosszasan mesélt a kerejükkel folytatott harcáról, mesélt a háborúkról, a legelőkért vívott harcokért, amikor egyszer csak a zsebéből egy furcsa eszköz húzott elő, egy mobiltelefont.
Nem értettem, mert a Danakil mélyföldön nincsen térerő. Miért kellett neki egy telefon? Nyomkodta, és egy idő után Afar népdalok kezdtek el szólni a telefonból. Gyorsan, hirtelen a környező kis kunyhókból Afarok gyűltek körénk, nem értették, hogy mi az, szól belőle valami, tök jó volt, elkezdtek táncolni, énekelni, mulatni, és ezek után így telt minden este. Így telt a következő majd egy hónap. Ami érdekes ebben a történetben, hogy megfigyeltem, hogy a közösség, amely olyan 3-400 főt számlátott, egyetlen egy arcán sem láttam irigységet. Nem láttam azt, hogy neki miért van, nekem miért nincs. Ha neki van, akkor nekem miért nincs ő, hogy neki van. Az afrikai emberekre abszolút jellemző az, hogy közösségben gondolkoznak. Közösségben gondolkoznak, és ez azt jelenti, hogy az egyén teljes mértékben alá van rendelve a közösségnek. Legyen az egy vallási közösség, egy családközösség, vagy bármilyen közösség alá van rendelve, és ez az éles stratégia segíti őket a mindennapokban. Annak örülnek, hogy a közösségnek van egy telefonja. Ezáltal ők ennek a telefonnak az előnyeiből tudnak részesülni. Nyilvánvaló azért ez a gondolatmenet nem nagyon integrálható az európai kultúrkörbe, de azért lehet innen is egy-egy olyan értéket felvenni, amely talán szebbé teheti a mindennapjainkat. Egy jó 25 métert másztam kézen, térden, kézen, mindenhogy lehajtott fővel, egy piros szőnyegen, míg valaki fölemelte a kezemet és beleköpött. Majd azt mondta, hogy kenjem a homlokomra. Így tettem, mert be kell integrálódni a közösségbe. Ez az alapvető elsődleges, első lépése a jó fotográfia anyag elkészítésének. Ő volt az, Abdou Karim, a nagy murid muzulmán vezető, ezzel megáldott. Most Nyugat-Szenegálban járunk, a murid muzulmánok Mekkájában, Tuba Szentvárosában, ahol egy Bajfál szerzetes szektával éltem együtt pár hetet, velük dolgoztam. A Bajfálok korábban bűnözők voltak. Dakar és a környező városok nyomornegyedeit járva fosztogattak, raboltak, loptak, erőszakoltak. Ma azonban még Guedeva is a leghírhettebb környéki békés. Jómagam is számtalanszor sétáltam ott éjszaka, pedig Afrikában az az alapvető szabály, hogy éjszaka nem lehet elhagyni semmilyen szállást. Mégis békében és biztonságban éreztem magam. A Bajfálok spiritualizmusa töltötte meg a levegőt. Mindenhonnan Junguk éneke szólt. A Jungu a Bajfálok holtakhoz szóló keserves imája. Ilyenkor elég erősen befüvezett állapotba könyörögnek a holtakhoz, hogy hallgassák meg őket, és minél erősebben üvöltenek, annál jobban meghallják őket a holtak. Egészen hátborzongató és elképesztő élmény, amikor több tízezer ilyen ember a város különböző pontjain más dallamokat üvölt, és ez megtölte egy főváros egy éjszaka. A Bajfálok azóta tértek meg, amióta az engem is megáldó Abdou Karim Marabu hozzájuk látogatott és felszólított őket, hogy hagyják abba a bűnözést, és most már álljanak az ő oldalára, és legyenek szerzetesek. Így is tettek most már ilyen békés emberek, és minden idejüket, minden energiájukat a marabúiknak szentelik. Ez azt jelenti, hogy egész nap koldulnak, nincsen semmiük, csak egy fekvőhelyük, és annyi élelmük, amennyiből fennmaradnak. Még életük sincsen, még az is a marabújuk kezében van. A marabújuk rendelkezhet az ő életükkel, megölheti, vagy megkérheti őket, hogy halljanak meg. Sokat tanultam azonban a Bajfáloktól. Az európai kultúrkör gyermekeként fogalmazhatunk úgy, hogy a tárgyak bűveletében éltem. Mindig volt valami, ami miatt elégedetlen voltam. Ma egy új fényképezőgép kellett, holnap egy expedíciós kés, utána egy szolárpanel, valami mindig volt, ami kellett. A Bajfálok azonban megtanították azt, hogy hogyan lehet örülni annak, ami van. Hogyan lehet értékelni azt, ami van, és hogyan lehet egy kicsit kilépni a fogyasztói társadalom már-már túlgerjesztett köréből. Idő, nyugalom, spiritualizmus, megosztás, közösségben való gondolkozás. Nagyjából talán ezek a fogalmak emelkedtek ki itt bemutatott pár történetből. Rendkívül elcsépelt fogalmak, nagyon sokat beszélünk róluk, sokat hangoztatjuk őket, de nem nagyon ismerek, nem nagyon tudok olyanról itt Európában, akik úgy igazán átélve használják ezeket a fogalmakat a mindennapjaikban. Én mégis hálás vagyok az afrikai kontinensnek és az afrikai embereknek. Hálás vagyok ennek a lesajnált, segélyektől függővé tett, hírekben is csak rossz esetben hírbehozott kontinensnek. Hálás vagyok ezeknek az embereknek azért, mert sikerült megcáfolnom általuk az úgyse tudod megcsinálni egyedül az expedíciót Etiópiában című mondatokat. Hálás vagyok nekik azért, hogy talán megtanították, vagy talán miattuk, majd nem 35-45 évesen jövök rá, hogy vajon mit is szerettem volna csinálni. Én azt tudom javasolni mindenkinek, akinek lehetősége engedi, hogy tanulmányai után, közben, vagy előtt
mindenképpen merjen ellenállni a társadalmi nyomásnak, és merjen megismerni a világot, mert olyan értékeket tud magához venni, amelyek életének minden döntését és minden pillanatát később befolyásolni tudják. Közgazdászként én hiszek abban, és tudom, hogy el fog jönni egyszer az az idő, amikor én is le fogok ülni egy irodaszékbe, mert én azt szeretném, hogy egy idő után eljöjjön ez az idő. De akkor is az afrikai emberektől kapott értékek végig fogják kísérni minden döntésemet, végig fogják kísérni minden gondolatomat, és nagyon szépen köszönöm. Bárhová állhatsz. Köszönöm. Gergő, szerintem sokakban fölmerül az, hogy talán azért is nem mennek ki Afrikába, mert talán vannak előítéleteik egy ilyen faluval kapcsolatban, mert azért nem véletlenül nincs a Best Risen top 10-es listáján még Dakar. Hogy benned, ami volt előítélet, sztereotípia, az hogyan változott meg, ha volt ilyen? Na most nem csodálkozom, hogy tele vagyunk előítéletekkel, hiszen a mainstream médiában azért Afrikáról jó hírek nem jelenhetnek meg. Tehát mi azért nagyon küzdünk, hogy kulturális tartalmú, kulturális örökségvédelemmel foglalkozó kérdések, cikkek is bekerüljenek a magazinokba, a televíziókba, és ez elérje az embereket. Nyilvánvaló, tele vagyunk előítéletekkel ezáltal. Én is tele voltam előítéletekkel, viszont egyszerűen úgy gondoltam, hogy vágjunk bele, nézzük meg, milyen Madagaszkár, az volt az első út. És Madagaszkár azért egy kicsit turistásabb, tehát ott már valami beindult. Ezért mertem én is neki állni ott. Viszont azt megtapasztaltam, hogy az a szeretet, ami az afrikai emberekből árad az idegen felé, az köszönő viszonyban sincsen azzal, hogy amit hallunk a tévében, hogyha oda megyünk, lelőnek, ha oda megyünk, elrabolnak. Szabályokat be kell tartani, nagyon komoly szabályrendszerek vannak, hova lehet menni, hova nem, mikor, mire kell figyelni, aktualizált információkat szedni, napra kész helyi segítőket, helyi embereket bevonni, és hogyha ezeket a szabályokat betartjuk, én tapasztaltam, és hiszem azt, hogy nem veszélyesebb egy ilyet csinálni, mint egy ilyen Europe road trip-et. Köszönöm szépen! Én is köszönöm! Lantai Csont Gergely!